Idén második alkalommal rendezték meg a koncertet a Zeneiskola Alapítványa javára. A Magházban megtartott eseményen fülegyönyörkötető produkciók hangzottak el. Igazából a fő célja az alapítványunknak, hogy a növendékeinket versenyen való szerepeltetésre támogassuk, illetve a saját megrendezésű rendezvényeink, mint a Tolna megyei négykezes találkozó, illetve a fuvolás találkozó, ezeknek a támogatása, valamint immár 8. alkalommal szerveznénk meg a Giovanni Artisti Mesterkurzust, melyen a növendékek egy teljes héten át más kiváló művésztanároktól tanulhatnak, így ez újabb inspiráció is a növendékek számára, és szeretnénk ezt támogatni természetesen a szervezést is. A mai nap növendékeink, főként idősebb korosztály fog szerepelni, valamint lesz tanári produkció is, szóló produkció, valamint tanár és diák produkciók, illetve természetesen a zeneiskola énekkara is szerepelni fog. Készülünk ezekre az alkalmakra, nagyon sok munka van mögötte, több hónap felkészüléssel jár egy ilyen koncert. Zongora kísérettel kell próbálniuk, természetesen az otthoni gyakorlás időt vesz el a gyermekektől, ezért természetesen ennek külön örülünk, amikor a gyerekek egy ilyen lehetőséget kapnak, és bemutathatják a tudásukat, és igyekszünk minél színvonalasabb műsorral előállni. Az intézmény igazgatója Máténé Hepp Andrea többek között a zenei nevelés fontosságáról is beszélt. Ugye maga az, hogy zenét tanul, az a zene, az érzelmi és az értelmi intelligenciáját is fejleszti. Bizonyítottan pozitív hatással bír a zenei tanulmányokra is. Ugye közös az élmény a zeneiskolában, közös a nyelv, új barátságok köttethetnek. Itt a tinédzserek is egy biztonságos, családias, odafigyelő légkörben tölthetik el a szabad idejüket. Szüleim közül anyukám zongorázott fiatalabb korában, nagyjából annyi idősebb, mint én, 3-4 évig, de leginkább a mamám az, aki így példaként maradt meg bennem, mert ő komolyabban is foglalkozott a zenével, zongorázott jó pár éven keresztül, és néptáncot is oktat a Sonyéken és Bonyhádon. A színvonalas műsorral 135 ezer forintot sikerült összegyűjteni, amit a gyerekek képzésére, versenyeztetésére fordíthat az alapítvány.